Székely udvarhely a Székelyföld iskola városa. Suli riporter műsorunkkal ez alkalommal a Benedek Jellek pedagógiai liceumot kerestük fel. Kíváncsiak voltunk arra, hogyan tanulnak azok, akik majd tanítani fognak. Egy szuper liceumi válogatott jelentkezett riporterkereső felhívásunkra. A négy jelentkező mindegyike egy-egy felső tagozatos osztályt képviselt, 9-től a 12. osztályig. A riporter jelöltek először ihletődtek korábbi műsorainkból, majd saját ötleteiket papírra vetették. Nagy kérdés az elméletből, hogyan legyen gyakorlat. Ivácson Zsuzsánna tanárnő egy nagyszerű tanácsot adott a gyerekeknek. Túl vagytok az első megmérettetésen, én most azt javasolom nektek, hogy menjetek el a női legszerkesztőségébe, illetve látogassatok el az udvarhelyi hírportálhoz, és sok sikert kívánok nektek, szükség lesz erre a tapasztalatszerzésre. Jó? Köszönjük szépen! Két és fél éve jelenik meg a női leg az egyetlen romániai magyar női magazin. A szerkesztőség Székely udvarhelyen van, de az internet segítségével máshonnan is bekapcsolódnak munkatársak. A diákokat Magyari Tekla szerkesztő fogadja, aki televíziós szakember is. Így egész biztos segíteni tud a riporter jelölteknek. A szerkesztőség nincs messze az iskolától. A kis küldöttség már oda is ért. Ez a női leg kis szerkesztősége. Gyertek bátran. Tekla bemutatja a lapot a diákoknak, és egy kis idő múlva jönnek a kérdések. Nos, mi azért érkeztünk, hogy tanácsot kérjünk, hogy hogyan készíthetnénk egy érdekes riportot. Csak a saját tapasztalataimból tudok nektek mesélni vagy mondani, hogy miként fogjatok hozzá, vagy miként készülhet. Én legelőször is azt tanácsolom annak, aki a befutó lesz, aki a riporter, vagy akik a riporterek lesznek, hogy hagyatkozzatok a megérzéseitekre, szerintem. Amit te érdekesnek találsz, ami szerinted nagyon érdekes, az általában a nézőt is érdekli, vagy az olvasót is érdekli. Tehát kihangsúlyozni azt a 4-5-6-7 profilt, vagy azt a 4-5 pontot, amit meg akartok lovagolni. Nekem lenne egy kérdésem, kérésem igazából, hogy valami jó tanácsod arra, hogyha az interjú vagy riport közepén egy kellemetlen szituációba kerülsz, vagy valami olyan helyzetben, amiből úgy érzed, hogy nem tudsz kijönni, valami jó tanács, hogy kivágd belőle magad, vagy hogy ne akadj meg főleg. Nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából úgy tapasztalom, hogy nőként pláne egy mosollyal el lehet nagyon sok mindent kendőzni, fedni, egy kis kacagással időt nyer az ember, de mivel ez annyit segítek, mivel ez egy vágott anyag lesz a tiétek, tehát nem egy élő, egybefüggő anyag, ezért majd ügyesen a vágóval kivágjátok azt a bakit, de egyébként általában egy elnézéskérés, vagy egy kis elnéző mosoly, az nagyon-nagyon sokat segít. A mosoly minden egyes esetben nagyon sokat segít. Alapvetően az lesz a feladatotok, hogy emberekkel beszélgessetek, vagy annak, vagy azoknak, akik a suli riporterei lesznek, hogy emberekkel minél hamarabb olyan közvetlen, jó kontextusba, jó kapcsolatba kerüljetek, hogy nyíljanak meg nektek, meséljenek a kedvenc kis élményükről, vagy közvetlenek legyenek veletek. És ehhez is az egyik jó út az a mosoly, a kedvesség, és alapjából a kedvesség és udvariasság az egy legalapvetőbb riporteri minimum. Itt vesztés nincs, úgyhogy csak jó riport lesz, a cél az, hogy a lehető legjobb kis anyag legyen az iskolátokról. Köszönjük szépen! Örültem, hogy kíváncsiak voltak a női leg szerkesztőségére és munkájára is, bár nem biztos, hogy kifejezetten a 10 éves korosztálynak a lapja, de ha anyukáik olvassák és otthon találkoznak vele, biztos vagyok benne, hogy ők is találnak maguknak benne tartalmas olvasnivalót. Olyan furcsa volt, hogy itt udvarhelyen csinálják ezeket az újságokat, mikor annyira jól néz ki, annyira megfogja az embert, és én is újságíró mi is gondolkozom, hogy az is szeretnék lenni, és ezért úgy jó volt betekintést nyerni ebbe is. Nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan is működik ez a szerkesztés a magazinnak. Az érdeklődésük külön imponált, hogy legalább kérdezni mernek, akarnak tanulni. Persze, hogy akarnak tanulni, minél többet. Ezért az udvarhelyi hírportál szerkesztőségét is megkeresték. A
tanácsadó igazgató Sós Róbert várta a diákokat. Először bemutatta az UH.ro oldalt, és aztán ő is segített az érdeklődő diákoknak. Jelenleg az UH.ro szerkesztőségében vagyunk. Mint láttátok, amikor bejöttetek, ez egy elég kicsi szerkesztőség, tehát kint 5 ember dolgozik, még vannak a terepen páran, de hogy összességében nem vagyunk 10 embernél többen. Azért vagyunk ilyen kevesen, mert megpróbálunk amennyire tudunk az udvarhelyi piacból megélni, tehát azért, hogy többé-kevésbé a függetlenségünket megőrizzük, ne kelljen politikusoktól pénzt vegyünk, vagy pályázzunk, mert egyiket se tartjuk túl jónak. Úgy próbáljuk az UH.ro-t is csinálni, mint hogyha egy országos portál lenne, amit viszont udvarhelyről készítünk. Tehát próbálunk olyan cikkeket írni, ami mondjuk a budapesti, vagy akár kolozsvári, vagy bukaresti barátaink számára is izgalmas, elolvassák, és azt mondják, hogy igen, ez vagány volt, mert udvarhelyen is vannak olyan dolgok, amelyek egy budapesti, vagy egy kolozsvári, vagy egy bukaresti számára is izgalmasok. Az a kérdésünk lenne tőled, hogy hogyan mutassuk be úgy az iskolát, hogy ez egy nyertes iskola legyen? Az, amit bemutattok, az minél inkább legyen mai. Tehát, hogyha ti azt szeretnétek, hogy a diákok oda menjenek a ti iskolátokba, akkor nekik mutassátok be. Hogyha a szülőknek szeretnétek, hogy a gyereküket oda küldjék, akkor a szülőknek mutassátok be. Tehát ez nagyon tiszta legyen a fejetekben, hogy kinek is akarjátok eladni az iskolátokat. Egyre kevesebb kapcsolatom van nekem is, meg kollégáimnak is ezzel a generációval. Nagyon jó volt velük találkozni. Nekem személy szerint az UH tetszett a legjobban, mivel ugyebár az egy internetes oldal. Hát nagyon élveztem ott minden percet, mert tényleg még máshol nem láthatok ilyet. És az UH.ro olyan szempontból is érdekes lehet számukra, hogy Bíborka például valószínűleg hamarosan eladja a várost, vagy nagyon sok udvarhelyi fiatal eladja a város, mert ez nem egy egyetemi város, középiskolákban erős, viszont pont az UH.ro az a felület, ahol tartják a kapcsolatot a Facebookon kívül a várossal, onnan tudják meg, hogy mi történik, mire érdemes visszajönni, milyen bulik lesznek a hétvégén, és az itt maradottak éppen mit csinálnak. Mikor visszatértek az iskolába, a riporter jelöltek kivetítőn megnézték a próbafelvételeket, az időközben összeállt zsűrivel. Én Márton András vagyok, 9. B osztályos. És az a véleményem erről a suli riporterről, hogy szeretném elsőként, hogy mások szemén át mutassam be ezt az iskolát, ezért rengeteg sok embernek lesz szükségem a véleményére. Ugyanakkor pedig szeretném, hogyha valami újat, valami különlegeset vinnénk bele ebbe a riportba, mert manapság a közönséget azzal lehet megfogni, ha valami igazán újat mutatunk nekik. Varga Eszter vagyok. A 10. A osztályos tanuló. Lassan már másfél éve tanulok a Benedek Elek pedagógiai liceumban, és ami legelőször megragadt, és az évek során meg is bizonyosodtam róla, az, hogy ez nem csak egy iskola, hanem olyan, mint egy nagy család, és valóban bármire szükségünk van, a tanárok rendelkezéseinkre állnak, és bármiben segítenek nekünk. Kedves Kriszta vagyok, a Benedek Elek Pedagógiai Liceumban tanulok, pedás diák, ként jöttem ide, és 11. osztályos vagyok. Én igazából ezt úgy képzeltem el, ezt a bemutatót, hogy mennénk a múlttól a jelen fele, tehát ilyen időrendi sorrendbe. Elkezdenénk azzal, mint általában minden ilyen bemutató, ahogy szokott lenni, hogy mik azok az események, történelmi események, amelyek fontosak a peda életében. Úgy érzem, hogy visszatekintve olyan 10-20 évre elég sok ilyen esemény van, amit illene megemlíteni egy ilyen videóban. Sándor Bíborka vagyok, Benedek Elek Pedagógiai Liceum 12. A osztályos diákja, és azzal szeretném kezdeni a bemutatásomat, hogy az iskola történelméről beszélnék néhány emberrel, többek között tanárokkal, igazgatókkal, mivel ugye mi a mostani református gimnázium termében, épületében voltunk, és elég nagy ceremónia volt ez a költözés, erről is szó esne. Majd a diákokat kérdezném meg, főleg 9-esekkel beszélnék itt, de akár másokkal is, hogy miért is jöttek ebbe az iskolába, miért volt szívük vágya, hogy a pedát válasszák, miért más ez az iskola, hogy szeretik-e ehhez hasonlókat.
kedves arcokat láttunk, jó ötleteket hallottunk. A visszavonult zsűrinek nincs könnyű dolga, de egyszer csak dönteni kellett, ki legyen a Suli riporter. Megérkeztünk, megszületett a döntés, úgyhogy erről szeretnénk nektek beszélni. Én kezdeném, mert azt hiszem, hogy nekem a legnehezebb, mert mind a négyen nagyon közel álltok a szívemhez. Elég régóta is ismerlek mind a négyeteket, és hogyha egyedül nekem kellett volna döntenem, akkor én azt mondanám, hogy mind a négyen. De mivel nem egyedül döntöttem, akkor ez egy közös döntés, és ezt a közös döntést Tekla fogja elmondani nektek. Valóban mind nagyon ügyesen teljesítettetek, tehát tényleg nagyjából ugyanúgy hasonlóképpen építenétek fel az iskolátokat bemutató kis riportot, úgyhogy nincs itt ilyen, hogy rossz válasz, nem volt ilyen, hogy rossz megoldás. Igazából, amikor a döntésünket nagyjából meghoztuk, akkor többféle szempontot vettünk figyelembe. Az egyéniségeteket, hogy egyedül legyetek, vagy ketten, mi jobb, illetve azért azt is tudni kell, hogy ország világ előtt most képviseli az a valaki, vagy azok a valakik az iskolájukat, aki bemutatja az iskoláját. De mondom, mind nagyon-nagyon jókat mondtatok, és igen, így kell felépíteni egy riportot, hogy megkérdezek minél több szemszögből, aspektusból egy-egy dolgot. Azon lepődtem meg, hogy mindegyik kötök sokkal jobban beszél, mint én, pedig az én névjegykártyámon írja néha, hogy kommunikációs szakértő, de most eltekintünk. Úgyhogy rossz válasz senki részéről nem volt. Nekünk azért az a döntésünk született, és reméljük, hogy az egyikőtök számára sem bántó, de hogy talán az lenne a leges-leges legjobb, ha a Benedekelek pedagógiai liceumot Bíborka képviselné. Egyet értetek? Így van, abszolút teljesen. De egyébként nagyon-nagyon sokat vaciláltunk, tényleg, és ez nem egy átlag zsűri duma. Nagyon tetszett ez az egész, mert még sosem próbáltam egyáltalán kamerába beszélgetni, vagy egyáltalán ezt a szakmát kipróbálni, hogy milyen riporternek lenni, esetleg kérdéseket feltenni már olyanoknak, akik ebben a szakmában jártasak. Ezért mindenképpen rengeteg sok tapasztalatot szereztem ezzel, ennek nagyon örvendek. Viszont az egy kicsit zavart, hogy versengenünk kellett egymással, hogy ki legyen a Suli riporter. Egyrészt annak kifejezetten örültem, hogy riporterkedhettünk, ahelyett, hogy az órákon kellett ülnünk az iskolában. Viszont ettől eltekintve nekem nagyon tetszett ez az egész program. Véleményem szerint Bíborka volt a legjobb választás, mivel hát ő a legtapasztaltabb közülünk. És tényleg ő az, aki az összes szegletét ismeri az iskolának, és be tudja úgy mutatni valakinek, hogy az jó legyen, és hogy szeressen idejönni, vagy jó kedvel jöjjön. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy végül a zsűri engem választott ki, és én képviselhettem az iskolánkat, hogy bemutathassam ezt, hiszen nagyon büszke vagyok arra, hogy tagja lehetek a Benedekelek Pedagógiai Liceumnak. Mostantól Sándor Bíborka 12-es diák fog végigvezetni minket ezen a nagy hagyománnyal rendelkező iskolán. Sziasztok! Végül én lettem a Benedekelek Pedagógiai Liceum Suli riportere, és mivel egy tanítóképző iskola vagyunk, ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az elemi oktatásra, amely step-by-step-es oktatási rendszerben folyik. Nézzük meg őket! Az alsó tagozatosok a modern taneszközöket otthonosan használják. Az intelligens táblát mindannyian ismerik. Akkor hoztam nektek egy játékot. Játék azt kéri, hogy miből van csak egy. Nézzétek meg jól, de tudjátok, a nagy világban miből van csak egy darab? Dóra? Na gyere ki, és ellenőrizd le, hogy jól dolgoztál. Jó, fent van? Ügyesen dolgozott ti? Igen. Igen, nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Városunkban egyedül iskolánkban van ez a step-by-step-es oktatási rendszer. Megkérem, hogy mutassa be, miben is tér el a hagyományos oktatási rendszertől. 8-tól ráhangolódással kezdjük a napot, utána naptár, eseménynaptár.
utána beszélgetünk a napirendről, milyen tevékenységeket fogunk aznap elvégezni, és minden napnak van egy specifikus üzenete, amelyre felépül az egész tevékenység sor. Vannak kulcsinformációk, amelyeket a délelőtti tanító végez. A másik különbség akkor már is az, hogy két tanító van a tanteremben, két személyiség, több lehet ez a gyerekek számára. Mikor megérkezik a második tanító, akkor jönnek a tevékenység központok. Reggel 8-tól 2-ig van az egyik tanító, és 10-től 4-ig a másik tanító. Van egy közös időpont, amikor mindkét tanító jelen van. Ekkor szervezzük a központban folyó tevékenységeket. 6 központban szervezzük, amelyek az olvasás, írás, matematika, tudományok, művészetek és építők. Kisdiákok bátran kommunikálnak, megtanulnak önállóan gondolkodni, és az is hamar kiderül, kinek mihez van tehetsége. Hetetét országon is híre ment a mi kis büszkeségünknek, aki mesemondásával teljesen elbűvöli az embereket. Nagyon szeretsz mesélni? Hol szoktál még? Jársz versenyekre, Zsófi? Hát, ha hívnak, akkor szoktam fellépni, és néha járok még versenyekre is. Hogy szoktál teljesíteni ezeken a versenyeken? Hát, általában jó, viszont nem nagyon akarom eldicsekedni, elszólni magamat. Általában jól. A vénasszony és a halál. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt. Volt egy öreg asszony, öregebb az országútnál, aki a hamut is már mammunak mondta. De meghalni nem akart, erősen szerette az életet. Gyermeke sem volt, senkie sem volt, mégis mindig sürgött, forgott, dolgozott, verte egymásra a csengő tallérokat. Tele volt a tulipántos ládája arannyal, ezüsttel. Fájt a szíve erősen, ha meggondolta, hogy egyszer csak beállít a halál, s azt sem kérdi, jössz-e vagy nem, megfogja, s viszi. Megismerhettük az elemi tagozatosok step-by-step-es oktatási rendszerét, és ha már itt vagyunk, hallgassuk meg a kicsik kórusát. Következzen a kiskameráta. Kezdjek hát az ujjal cset, aztán dobbant jól, két kéz térre csap és taps válaszol. Kezdjek hát az ujjal cset, aztán dobbant jól, két kéz térre csap és taps válaszol. Kezdjek hát az ujjal cset, kezdjek hát. Honnan ered iskolánk elemi tagozatos diákjaiból álló kórusának a neve, a kiskameráta? Van-e valami előzménye esetleg ennek? Az iskolában, tehát a régi tanítóképzőben működött a tanítóképzős diákokból álló kameráta kórus, de ez idővel sajnálatos módon megszűnt. Így aztán, amikor megalakult a kis énekkar, akkor az igazgatónk javaslatára és kérésére lett igazából kiskameráta a neve, hát azt szimbolizálva, jelképezve, hogy valamilyen képpen mi is tovább visszük ezt a hagyományt. Just back.
Minden suli riportban elérkezik a legnehezebb rész, amely az igazgatóval való interjút jelenti. Én sem tudtam ezt elkerülni. Néhány kérdést szeretnék feltenni az igazgatónak iskolán működéséről. Megkérem, mesélj el iskolánk történetét, hogy mióta is van tanítóképző Székelyudvarhelyen. Hogy mióta van tanító és óvónőképző? 1917-ben az akkori református egyház, pontosabban dr. Makkai Sándor püspöknek a javaslatára elhatározták, hogy Nagyenyedről az óvónőképzőt Székelyudvarhelyre költöztetik, pontosan azért, hogy benépesítsék az iskolát. Ez megtörtént 1926-27-es tanévben, és azóta van tanítóképzés Székelyudvarhelyen. Jelen pillanatban vannak pedagógiai osztályaink, de mivel Románia egyedüli ország, ahol középszintű tanító és óvónőképzés van, ezért kell egyéb osztályokat, más profilú osztályokat is indítsunk azért, hogy fent tudjuk tartani a tanuló populációt. Van tanítóképző osztályunk 9-12, és van emellett társadalomtudományok bilingv angol osztályunk szintén 9-12, tehát párhuzamos osztályokkal megyünk középszinten. Emellett van elemi osztályunk step by step alternatívában, és van 5-8 osztályunk általános iskolában. A step by step alternatíva, ez a gyakorló iskolánk is egyúttal. Miben mások a pedás, tanítóképzős diákok? Hogyan lehet őket felismerni például az úton, vagy bármilyen rendezvényen? A tanítóképzőben egy olyan légkör uralkodik, amit akarva nem akar a diák is magára ölt, és ennek megfelelően viselkedik. Ez a köszönésben megnyilvánul, a felnőttekkel való kapcsolatkialakításban és annak a kapcsolatnak az ápolásában, egyáltalán a tisztelet megadásában, és egyáltalán abban, hogy itt mi igyekszünk személyiségeket oktatni és személyiségeket nevelni. Nekem nagy örömömre szolgál, amikor pedás diákokat látok ilyen meg amolyan rendezvényeken, és bizony-bizony nagy büszkeségemre válik az, hogy én is ennek az iskolának a tagja vagyok. Nem, hogy igazgatójám, mert most az vagyok, de elsősorban tanára vagyok. Az igazgató úrral kapcsolatos interjú nagyon jól éreztem magam, és egyáltalán nem izgultam előtte, hiszen inkább úgy nézünk rá, mint egy tanárunkra, nem is, mint igazgatónkra, ugyanolyan közeli a kapcsolat, mint bármelyik másik tanárral, és nem kell tőle jobban tartsunk, mint bárki mástól, ugyanolyan közvetlen velünk, mint akár a kollégáival. Domnul Lefter Popescu a vrut să cumpere două bilete de loterie și a împrumutat bani de la capitanul Pandele. Az igazgató úr a román tanításra nagy hangsúlyt fektet. Ez az eredményeken is megmutatkozik. Az idei érettségén 100%-osan teljesített az iskola. Igen, románból is. Acasă, când caută pe dosarul, a aflat și... Când caută dosarul, fără prepoziția pe. Székelyföldön magyar nyelvű diákok között mennyire nehéz a román oktatás? Hát nem a legkönnyebb feladat, de nem is hálátlan. Mondom ezt azért, mert bármi kis eredményt ér el az ember, az látszik. Téves felfogás az, hogy a magyar gyerek nem akar tanulni. Csak kell tudni közelíteni a román nyelvet hozzá. És a román nyelv megtanítása lenne a fontos. Tehát nyelvi és kommunikációs képességeket, készségeket kellene kialakítanunk, tehát egy olyan tantervre lenne szükségünk, és kevesebb tartalom. Tehát még mindig tartalomcentrikus az egész oktatási rendszerünk, beleértve a románt is, és azt kellene már megérteni, hogy a magyar gyerekek akkor tudnak jobb eredményeket elérni, hogyha a mindennap használt román nyelvet tanítanók nekik itt 3-4 órán keresztül, mert akkor biztos vagyok benne, hogy a diáknak is más lenne a viszonya a román nyelvhez, mint olyan.
nem hiányozhat suli riportunkból a diáktanács bemutatása sem, hiszen ők azok, akik biztosítják az optimális működését a tanár-diák kommunikáció és kapcsolatnak. Beszéljünk az elnökkel. Miért okoz neked nehézséget, vagy esetleg kihívást, hogy te vagy a diáktanács elnöke? Semmiképpen nem lehet nehézségnek hívni. Azért kihívás, mert nehéz teljes figyelemmel a tanórákra is odafigyelni, emellett megjelenni mindenhol, ahol szükség van rám a diáktanács képviselőjére, és mindenhol maximálisan teljesíteni. És általában hol kell képviseltetned magad? Milyen tevékenységekkel szoktatok készülni, amiben ott kell lenned? Hát mindenképpen programokat szervezünk a diákoknak, hogy a sokszor unalmas, fárasztó órák után vagy közben lehessen egy kicsit kikapcsolódni. Ilyen például a Benedekelek napok, ami 2 hét múlva lesz, és erre 2 napos programmal készülünk, amivel meglepetést szeretnénk a diákoknak és a tanároknak is, hogy mindenki jól szórakozzon. Az iskola névadóját, Benedekeleket egy rendkívüli rendezvénnyel tisztelik meg. Az ötödikesek is szorgalmasan készülnek a Benedekelek napokra. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. E bűvös szavakkal nyílik Székely-Tündérország kapuja. Ebben az országban, erdővidék országában, rengeteg nagy erdő közelében van egy mesefalu. Itt született 1859, földanya szeptember havának 30. napján Benedekelek. Az én falum szinte félve húzódik a Barót-patak jobb s bal partján. Nem csak a falu kicsi, de a neve is, Kisbacon. Magyari Lajos, a szembejövő. Benedekelek arcképe 1921-ből. Háború küszkén, birodalmak romján egy férfi jön a szülőföld felé. Jön szembe a futók megriadt hadával, és semmi sincs, mi megrettenteni. Háború küszkén, birodalmak romján egyedül jön ő, és fegyvertelen. Őszi szélben leng szép őszakálla, és bölcs mosolya fölsüt szeliden. Pontosan mik ezek a Benedekelek napok, és hogyan készülnek rá? Irodalomtanárként minden évben hagyományosan irodalmi összeállítással készülünk. Ebben az évben Benedekelek életútját tűztük ki célul, a Furulyás Palkót is betanuljuk, illetve a legismertebb meséivől mondáiból készülünk, népdalokkal színesítve. Ebben az évben ötödikesekkel, hetedikesekkel és a tizedikesekkel fogunk erre az ünnepségre készülni. Iskolánkban hatalmas hangsúlyt fektetnek az angol oktatásra is, amely nagyon magas szinten folyik. So, let's check them what they are doing. Aki most komolyan veszi az angol órákat, annak nem lesz gondja később a nyelvvizsgával. A legjobb körülmények között oktatnak, az intelligens tábla itt is szerepet kap. We are doing a report about the school and I would like to ask some questions, but let's continue in Hungarian. Okay. Természettudomány angol billing osztályok is vannak a pedagógiai liceumban, és mi ennek a jellegzetessége, miért különlegesek ezek az osztályok? Amint látható, csoportbontással dolgozunk, ami azt jelenti, hogy az osztály két részre van osztva, két tanár foglalkozik velük, és heti 5 órájuk van, illetve van még egy plusz egy, ami azt jelenti, hogy 9. osztályban például földrajzot tanulnak angolul, tehát Egyesült Királyság, illetve az Egyesült Államok földrajzát. 10. osztályban van történelem, 11-12-ben pedig civilizációs, kulturális témákat érintünk. Hova jutnak el, milyen szintre a diákok 12. végére ennek a csoportbontásnak a segítségével? Mindannyian tudjuk, hogy ha kevesebb diákkal dolgozunk, akkor az sokkal hatékonyabb tud lenni, ezért ha nagyon ügyesek a gyerekek, és pedig vannak ilyenek, akkor legtöbbször egy B2-es szint, van, aki pedig C1-es szintet is elér, és nyelvvizsgát, Cambridge-i nyelvvizsgát tehetnek akár az iskolában is itt helyben. Megfigyelhettétek, hogyan tanítja a tanárnő, és most nézzük meg, hogy a mestert felülmúlja a diákja, hogyan
foglalkozok én a gyerekekkel. Come on, correct. Come here. Correct. A pedagógia szakos diákok gyakorlatra járnak az alsó tagozatosokhoz. Bíborka számára ez nagyon fontos, hiszen tanító szeretne lenni, mint édesanyja és a nagymamája, akik egykor szintén ebbe az iskolába jártak. Yes? Greengrocers. Everybody, greengrocers, okay? Greengrocers. Tavaly iskola másként héten a pedás középiskolás diákok Benedekelek által gyűjtött mesékkel színesítették iskolánk falát, és természetesen, mint minden ehhez hasonló érdekes és különleges esemény, ez is belekerült a tanítóképző újságába, a képződménybe. Kérlek, mesélj róla, hogy honnan is ered az iskola újságának neve, a képződmény, illetve hogy mit tartalmaz ez, milyen rovatokat, milyen cikkeket? A képződmény név az onnan ered, hogy ugyebár a tanítóképző újsága, és a képződmény ebből alakult ki. Hát tartalmilag mindig van benne naplóregény, ami aktuális fiatalok szempontjából íródik. Mindig tartalmazza a diákoknak az aktuális problémáit, és azokat a híreket, amik őket érdekelhetik az iskolán belül. Például legutóbb a Hargita megyei golyabáról írtunk, amin részt vett az iskolánkból egy fiú és egy lány. Engem rögtön érdekelni kezdett, megfogott az, hogy tényleg majdnem újságírói minőségben publikálhatunk, és kifejezhetjük mindenféle gondolatunkat, ami az iskola történéseivel kapcsolatban megfogalmazódik benne. Próbáljunk meg improvizálni egy divat bemutatót. Bár divat kollekciónk nem túl változatos, hiszen nálunk egyetlen divat van, az egyenruha. Kérlek, mondd el, hogy mi a véleményed az egyenruháról, a színéről, a stílusáról? Hát először is idéntől lett kötelező az egyenruhánk itt a Benedekelek Pedagógiai Liceumban, és azt kell tudni róla, hogy nagyon kényelmes, nagyon szeretjük, viszont nem a végleges egyenruha, mert lesz még szürke ingünk, illetve szürke szoknyánk is emellett. A mostani egyenruha áll egy zakóból, egy ingből és egy szoknyából, de a szürke kockás szoknya mellett felvehetünk még fekete nadrágot, illetve sötét nadrágokat. A zakón megjelenik a BE, mint Benedekelek, és egy bagoly, ami iskolánknak a jelképe. Én azért nem vagyok egyenruhában, mivel végzős diákként nem volt kötelező megvennem egyetlen évre az egyenruhát. Ugyanakkor büszkén járok az iskolánk diákjaival együtt, akik egyenruhában vannak, hiszen azzal azt is jelképezzük, hogy én is oda tartozom, és én is ennek a közösségnek tagja vagyok. Iskolánkban a fiúknak ugyanakkor a mosdójuk van, mint a lányoknak, pedig ők összesen 50-en vannak, míg mi 200-an. Hol itt az egyenjogúság? Mivel pedagógiai liceumról beszélünk, ezért elmondhatjuk, hogy a fiúk nem igazán jelentkeznek a tanítóképző osztályokba, olyan osztály is van, ahol egyetlen fiú sincsen. Milyen érzés ez, hogy ennyi lány között töltöd mindennapjaidat? Vannak ennek, gondolom, előnyei és hátrányai is. Kérlek, sorolj fel néhányat. Én abszolút pozitívumnak élem meg azt, hogy ennyien vagyunk fiúk az osztályban. Talán pozitívumnak azt tudnám megemlíteni, hogy egy szebb mosolyért már is megvan a házi feladatom. Abszolút barátságosan kezelnek a lányok, és talán most már nem is tudnám megszokni azt, hogy többen legyünk fiúk. És negatívumnak annyit tudnák felhozni, hogy talán mikor kicsengetnek, egy perccel korábban kell induljak a kapuhoz, mert ha nem, kénytelen vagyok előre engedni az egész iskolát. És talán még, hogy tornaórákon hiába van egy férfi és egy női öltöző, a lányok elfoglalják mindkettőt, ezért kénytelen vagyok a tornaterem szélén átöltözni. Ha éppen én hiányzok, vagy egy fiú, akkor azt a tanár egyből észreveszi, vagy ha kések, de ha egy lány, akkor az már nem olyan feltűnő. Akkor lógni szinte esélytelen, mert egyből feltűnik mindenkinek, hogy hiányoztok. Hát azért azt is meg lehet oldani, de igen. A fiúknak úgy érzem, nagyon jó dolguk van, nagyon meg vannak becsülve, és nagyon szeretve vannak a rengeteg lány által. Ugyanakkor számunkra elég nehéz, hogy csak csajok vagyunk, és szétszedjük néha egymást.
elég sok veszekedés van így, hogy férfiak nincsenek az osztályokban, és nincs, aki lecsitítsa a lányokat, de próbáljuk megoldani a helyzetet, és a maximumot kihozni belőle az a néhány fiúval, aki iskolánkba jár. Az ide jelentkező tudják, hogy egy szép napon majd ők állnak a katedránál, ezért a tanárdiák viszont itt másként működik. Egy külsőségektől mentes iskolába jártunk, ahol a tanulásé és a tanításé a főszerep. Egy hosszú, fárasztó nap után vagyunk, és ahogyan a tanítási nap, úgy a műsoridőnk is lejárt. Ennyi fért mai adásunkba, a Suli Reporterbe, innen Székelyudvarhelyről, a Benedek Elek Pedagógiai Liceumból. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!